Hello, sziasztok! Adott az, hogy a Quasheng, igen, UVK5 8, vagy UVK6 ugyanaz. Na ebbe fönt vannak fölprogramozva a normális frekvenciák, csatornák, teljesítmények, stb. Aztán van ez a Rattel RT470X, vagy valami ilyesmi típusú rádió, ebbe meg semmi nincs, ő úgymond buta. Ő okos, ő buta. Azért okos, mert ebbe fön van, ebbe meg nem. Na most adott, a Chirp program. És akkor csináljuk az elejétől, hogy ti is lássátok, hogy nem mentünk e semmit. Mondom nem, mondom nem. Szóval az van, ugye kiolvasni, ki tudod, a, be van kapcsolva természetesen a rádió, rá van dugva a Kenwood-szerű programozó, és akkor így most ugye egyszer beállított, hogy komport, az egy másik dolog, vannak róla videók a Youtube-on, szóval be van állítva, a rádió a típusa, és ki tudod olvasni. De mindjárt láthatod, hogy buta, mert hogy nem lesz benne semmi, csak azt, amit a kínai főtet rá, ezek itt a PMR-ek, hogyha jól látom, meg még egy-két olyan dolog, amit Magyarországon teljesen nem jó van. Akkor most csináljuk azt, hogy ezt felejtjük el. Csak úgy mutattam, hogy buta. A quaseng rádiót. mert nem csatlakozik, akkor azt kell csinálni, hogy erősen bele kell nyomni hirtelen a csatlakozót. Azt hiszem sikerült. Megkapcsoljuk a rádiót. Lássa-e, szóval jó ráduktam-e. Szóval letöltünk mindent, de ez nem rattel, hanem be kell állítani, hogy ez egy quaseng. Hát itt ez a TG UV2, meg az UVK5, úgyhogy ezt választjuk, igen, elfogadjuk, aztán töltjük le. Ha jól csináltunk mindent, akkor igen, nem jó. GOM3, UVK5, oké. Okay. Most ezt még egyszer, csak ezt egy kézzel nem tudom. Az a helyzet, hogy ezt itt hirtelenebb kell beledugni, és erősen. Opa, megnyomtam közben az adás gombot, ez nem tudom milyen hatása volt rá, lehet, hogy nem jó mindjárt kiderül. Nem tetszik neki. Kapcsolom, bekapcsolom. Nem akar olvasni. Hát akkor bezárjuk az egész programot. Minden széthúzkodunk, kihúzom az USB-t is, aztán lesz, ami lesz. Elindítom a programot. Én most dugom rá a kábelt, meglátjuk, hogy így jobban járunk A rádiót azt kikapcsolom meg be most ki, most be, aztán ha fölé lett, akkor megpróbálom rádugni. Kontaktívások szoktak lenni ezek a kínai vacskok. lehet, hogy az a gond, úgy kéne, hogy ne nyomjak meg rajta gombot, és hirtelen erősen belenyomni. Akkor most Ugye be van állítva, hogy Kseng UV K5, oké, okay, elfogadjuk, persze. És most tölt, azért mondom, hogy ilyen kontakthiba, meg ilyenek vannak, próbáljátok ezt a sorrendet. Na, és ez okos rádió, úgymond, rajt van ez az összes adat, amit itt látsz. Na most én itt azt fogom csinálni, hogy ezt vagy így hagyom, ahogy van, és akkor innét tudok másolni mert a rattelnek ez a tuning step poszlop, ez nincs benne csak az ugrás, úgyhogy egy kicsit cselezni kell, de szerintem simán át lehet másolni. Hát mindegy excel táblázatot, így ha ide kattint az egyet jelölsz ki, hogyha lenne még nyolc kezem, akkor most lemennék az aljára, és megnyomom a shiftet meg a Ctrl-t, ezt a kettő gombot, még annyi, hogy közben kiúztam ebből a rádióba, mert ez már nem kell nekünk. Kiolvastuk el, is lehetne menteni akár, mert ez a rádió fog kelleni. Az történik, hogy így egy sort jelölnék ki, de rákattintasz az egyesre, legörgeted, és nyomod a shift meg a controlt és a 65-öst, akkor kijelölted az egészet. Na, ha kijelölted az egészet, simán rákattintasz jobb gombbal, és másolás. Ezt így engedte kontrollja, nem csirpes másolás. Elindítom azért, itt hagyom ezt a csirpet, elindítom még egyszer, és most rá fogjuk dugni a rattert, amit szintén bekapcsolunk. Elindul. Ugye mutattam az elején, hogy buta indultunk. Érdemes elmenteni azért, hát, ha nagyon elkeveredik. És most ezt is úgy kéne rá dugni, hogy sikerüljön. És kiolvassuk először is tesznek. Ugye akkor itt most megint rattelen vagyunk. Hol vagy? P, 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 -p, -p, -p 470 az jó lesz, és egy oké. Okay. Sikerül neki. És csak azért, hogy kommunikál levele, ezt ugye én el, el, lehet menteni, fogod ezt itt, és itt ment, és másként beelmented. Én ezt már elmentettem nekem ez nem kell. Így jelölöm ki, és itt egy jobb gomb beillesztés. Igen, minden 48-et felülírjuk, és beillesztette a Quashen oldalról föl másoltat. Teljesítményt jó helyre tette. Ugye ott még volt, amit mondtam, ha átnézzünk a másikra, ugye ez a quashing ment, és ugye ez a tuning, na így azt látod, de nem zavarja, szépen beillesztette ide. Most akkor tegyük meg a kísérletet, hogy ezt upload to a rádió. A rattel, és fölöljük a rádióra. És ha jól csináltunk mindent, akkor ez most sikerült, és a rádiónk okos, és innétől kezdve működik. Szóval fönt van például a kaposvári átjátszó a 145,7, mindenen. És most mindjárt lehúzzuk róla. Én annyit meg csak, hogy ezt én most így elmentem, hogy ne kell még egyszer mentés másként. Úgyhogy így kell mentened. Ez a Kvaseng. ez a rattel, ide fogjuk bementeni. Ok. No, mindegy, elmentettük valahogyan. A rádiót én lehúzom róla, kikapcsolom, bekapcsolom, és elméletileg, most fönt kéne lenne a csatornáknak. Fönn is van. Működik. Tehát szóval fönt vannak a csatornák rajt. Az egyes csatorna, hogy kis teljesítménye a PMR miatt. Fönt van. Fönt. És az összes fönt van rajt. Nagyon jó. Ez prima. Szóval simán át lehet másolni, nem annyira simán, hogy megnyitod a, a lementett képfájt és rátöltöd, hanem ezzel a módszerrel azért sikerült, nem mondjuk mondjuk nézzük a 0, Mennyit nézzünk egy 20-ast, egy 22-es szombathely, és ott van. Szóval tökéletes. Na, ezt akartam csak megmutatni, hogy így tudod egy, egy kvasengről, hogyha abban bent vannak a beállítások, az egészet úgy, ahogy van, átdobni egy, egy rottere. Már olyan beállítások, ezek csak, hogy a frekvencia listát, a memóriákat átrakni. Szóval mindent, mindent átraksz a frekiket, mindent, és nem kell egyenként bepötyögnöd, hanem feliratkozol, és nézed ezeket a videókat. Hello, beló!